Sziasztok! Cél nélküli játszás a No Man's Sky-jal. Illetve a cél az mindig megvan. A játék megadja, meg te is megadod magadnak. Aztán úgy lesz belőle lófasz se. Szóval úgyis csak bolyongás lesz meg. Meg szokásos dolgok. Ami nekem nem nagy probléma, lehet neked az, akkor ne nézed a videót. Na, ezt megtudtuk, hoppá! Óriási hegy. Igen, van olyan mod a játékhoz már. Ne, becsapódás! Ne, elfejtettem, hogy nincs már. Megállító egység. Egyve ki is tudok lőni már dolgokat. Nem, ezt nem tudom megcsinálni. Mert olyan modot is raktam, vagy lehet, hogy csak akartam, amivel ha kilövök így hajóból dolgokat, akkor is fel tudom szedni őket. De akkor lehet ez nem működőképes. Ez a bolygó egy rakás szar, mert nincs rajta semmi. Most erre mondhatja a néző, akinek nem tetszik a játék, hogy hát amúgy sincs rajta semmi, azt jel, nem tudom mit izész. Hülye gyerek vagy. De azért szokott lenni rajta egy-két dolog. De már legalább hegyek vannak, méretesek. Jó, mondjuk az is csúnya, hogy itt a nézőknek kell ilyenekkel foglalkozni. De hát na ez van, tök mindegy. És nekem mindegy, mert hát na. Valaki fejleszt a játékot, az a lényeg, nem? Nem volt szép ez a Hello Games-től. Te azokkal mi van amúgy? Most nem nagyon láttam semmit. Ami kell? Friend. Majdnem értem az egészet. Szilikát kell neki mindenféleképpen, szóval 10 Crystallite-ot kap. A gép emiatt nem lesz riadó. És megtanultam az Aronomiumot. Na, hát én most jelenleg az a célom igazából, hogy így a legfőbb célom, hogy ilyen helyeken újfajta formulákat tudjak tanulni. És akkor hát ha megkapom azokat a dolgokat, amik nagyon szükségszerűek lennének számomra, ha ne kérdez miért, mert hát ha nincs konkrét cél, akkor mi? Hát mi ne? Ez a zöldes valami, ez nagyon hülyén néz ki az atmoszféra miatt. De erre a bolygóról én tovább fogok szállni mindjárt. Itt volt még valahol egy épület ott fent, oda még felnézek. Csak először a hajtóművembe rakok egy kis pluteszt. Meg hát majd plutonom jött kéne bányászni. Huppá! Ups. Ez a bugozás, ez annak a... az oka, hogy beraktam a modot ugye, ami kiveszi a tehát kiveszi a dolgot. Na mi ez a hely? Na mindegy. Szóval kiveszi azt a gátat, ami megszabott mink. Az igen? Hogy ne tudjunk közel szállni a helyhez. Mekkora méretes. Most már lesz legalább pluti. Ezt is én raktam be, azt hiszem. Mindenből van jó nagy méretű dolog a játékba. Sokkal megalománabb lett. Például ez is valami agyfasz méretű dolog. Wow. Mi a fasz ez? Gek. Seek help my language. Nem my wit. Ez most igazából a szótanulása jó nyilván. Gondolom nem egyet kapok, hanem vagy tizet. Most jó lenne. Ezt közben kaptam egyet tényleg? Hát meg a gekekkel való társaság, barátság az javul. Igazából az fontos nekem, hogy jóban legyünk. Mi a farok? Ők istenként tiszteltek, lehet egy ilyen égből leesett szikladarabot egyébként. Mert hát ők gekek. Nekik a kultúra... El tudom képzelni tényleg azt, hogy gekek kultúrája az valami ilyesmi lehetett. Az alapkultúrájuk, mikor még ősemberszerűek voltak ugye. Vagy ősgekszerűek, vagy nem tudom, minek nevezzük. Nine gag. Van még itt ilyen? Tudáskő valahol? Ott van lent valami. Hé, egér, mit csinálsz? Mennyi tudás van a fejünkben most már. 4 szóra jó volt ez a hely. Meg elég furcsa, jó kis konstrukció. Tetszik, hogy nem csak a tipikus kis szikladarab totem dolog van jelen, ami legtöbbször szokott. Na de akkor átmegyek egy másik bolygóra, ami mondjuk tele van dolgokkal. Az vagy nem tudok kilőni ilyen szarokat. Mit csinálsz?
Szastiel! Na, úgy a ronda atmoszféra ennek a bolygónak, ez a zöldes hányás szín. Ugye átnézek arra, ott láttam messziről egy szép bolygót, ugye mindig ez van. Hú, messziről de szép az a bolygó, megnézem közelebbről is. Azt közel mész, az egy nagy hányadék. Szintén, de az tényleg szépnek néz ki ott, nem? Meg elvileg egy elég gazdag naprendszerben vagyok. Mert úgy gazdag, hogy jó kis dolgok vannak benne. Elméletileg. Elhagyott a épület észlelve. Milyen messze van az a fust? Nem is jelzi. Na most már jelzi. Na. Nem olyan a... ez a szar. Mint kéne lennie kinézetre a... ugrás. Az nem úgy néz ki, ahogy kéne neki. Na mindegy. Már annyi modot raktam, hogy egymás kiütik, meg ilyen baromságok történnek, lehet nem jó ötlet. Oda kéne figyelni, hogy mit moddolok. Csodálom, hogy a játék elindul egyébként ilyen 40-50 mod után. És mondjuk kérdezhetnéd, hogy mi az a 40-50 mod casti? Hát már én sem tudom a felét, hogy mi volt. Hát például... az mi volt? Volt egy nagy villanás. Felrobbant egy naprendszer valahol? Majd a lökés hullám elsorol minket. Hú, de kurva messze van ez a hülye bolygó. De erről a bolygóra nem is megyek át máshol, mert megint egy 6 órás út lesz. Én instant ugrok majd egyet szerintem. Két baj van ez a játék, ami nem feltétlenül baj. De ez nem kettő. Nem ezt akartam mondani, mert nyilván több. Két dolog van, ami miatt szar ebből a videóból, ebből a játékból videót csinálni. Az egyik az, hogy sokat bóklászol. Hát nyilván mondjuk ez nem kettő játéknál van így igazából. Ez egy vízbolygó lesz? Az is szép lesz akkor. Akkor itt meg aztán végképp nem fog bóklászni, mi? Kimi Räikkönen? Hú, a kurva anyád, de gyors érkezésed van. Ez egy havas? Vagy hogy néz ez ki? Ez víz lesz itt. Hirda hakurok. Hidrát hakúrod. Ó, de szépséges, ugye? Hát mint attól függ, honnan nézzük nyilván. Úgy értse szépséges, hogy tök jó, hogy ilyen nagy fás. Cucc. Még az baj, minden nagy fás cucc igazából. Messziről nem látszanak a lombok? Csak így közel repülve látszanak a lombok? Ja. Látótávolság vagy fasz. Ez egyetlen problémája ennek a magas dolgokat berakok dolognak. Hát itt pont nem tudom, megcsináltam, amit akartam, hogy hú, kéne egy olyan bolygó, ahol tudok rohangálni sokat. Szabadon. Mert hát itt aztán nem tudok rohangálni, hogyha mindenhol tenger lesz. Vagy nem is mindenhol, akkor mondom, sok tenger lesz. Az mi az a kocka ott? Büdös az orra. Ja, hát itt nem nagyon tudok rohangálni. A fasz vigyen el. A bolygón kívül elhajtott épület. Ezzel a videó után átnézem a moddolásomat, mert egy-két dolog nem úgy van, hogy szerettem volna, hogy legyen. Az a helyzet. 6 bolygó. 2 bolygó, 1 hold, nem jó. 4 bolygó, kifejezetten nem akarok olyat. 5 bolygó, ez már jó lehetne. Négy bolygó, egy hold. Meddig tudok elmenni vajon? Négy bolygó, két hold. Hát, még erre is rá lehetne menni esetleg. Négy bolygó, F0, klassz. 5 bolygó, ezt fogom választani, hogyha... nem találok jobbat. Négy bolygó. Ne, visszafele, csöcsös arcú! Négy bolygó. Ami nagyon milliárdos környezetet keresek itt. Nem nagyon látom már, hova tudok menni. Ugye a távolodsz a saját rendszerettől, ahol vagy éppen, annál kevésbé látod, hogy éppen hova mész. Én sem látom, hát nyugodj meg. Én tovább nem is tudok menni, most ide akkor eljövök. Metal Force. Na, ez például jól néz ki most. A térugrás az jobban néz ki, mint a labból. Sokkal szerintem ebben a fekete lyukszerű formában. Mint az a sárgás fos izé. Hú, az nagyon nem szép szerintem. Mi volt ez a textúra? Wow. Ippere sírjávára.
Ez megint egy ilyen vízbolygónak néz ki egyébként, ott meg a föld van, nem? Na hát, nem vízbolygót szeretnék jelen pillanatban. Mert ahhoz képest, hogy régen mennyire keveset találtam, ez bazd meg vízbolygó tényleg. Hát vigyen el a sátán! És mi az a szaggatás? Technology recharged. Beszarok a vízbolygóba. Na, milyen izé atmoszférád van neked? Ki, mi a bánatos farok ez? Elég szomorú ez a hely. Vagy nem tudom, ez a tipikusan olyan bolygónak tűnik, ami így 50 ezer évvel ezelőtt volt itt egy faj, nagy gazdagok voltak, meg nagyon kemény arcok. Azt így kihaltak a faszba, volt valami bolygóégés. Na hát mindegy. Herédium, mi hol volt itt? Furcsán kinéző környezet ez. Gyalog jobb menni a bolygókon, mint repülve. Mert hogy normálisabban néz ki az egész nyilván. Na, még itt van egy kis izé. Exosuit upgrade, szerencsére. Csak hogy legyünk már végtelen mennyiségű helyjel felruházva. Hát itt se fogok, úgy érzem, hogy jó barátságra leelni. Nem csuklok, csak... Hát, de csuklok. Crazy Six Badlands. Mi van a cargo dropba? Na hát egy szó volt or. Hát... meg egy gekamulett. Na jó, akkor megint egy másik bolygó. Az jó lesz ott, az nem érdekel az. Hú de jó néz ki innen a földről. A földről áldogálva pont milyen jó rálátni arra a hülyeségre. Ezek húsevő fajták, nem kéne közel menni hozzájuk, mi? Na jó, akkor innen is lépünk. Most abban nagyon nehezen találok olyan bolygót, ahol jól elkolbászolok. Pedig már sok olyan helyen voltam korábban, de mostanában ez így nem jön össze. Az a bolygót meg narancssárgába burkolódzik. Hol volt az a hely? Meg vagyok zavarodva. Ez olyan, hogy toxikus lenne a bolygó, az közben nem is az. Toxikus, ha mérgező magyarul. Mielőtt félreértünk. Jének a taxi. Nem! Nem kezdesz el Britney-t énekelni, akármennyire is kívántad hirtelen ezt a dolgot létrehozni. Nem messze vannak egymástól most a dolgok, mi a franc történik? Máskor meg tízi azon sípolok, hogy mi az, hogy 10 más perc alatt bolygóra urálsz, na mi az? Most meg ma az a baj, hogy ilyen fél perc, meg egy perc minden. Bejelentették a No Man's Sky 2-t, jövő héten érkezik. Ilyenkor mindig ilyen teljes mértékben. Nem tudom miről beszéljek. Állapot áll fenn. Mert a hajtómű aktív. És minden ezért van. Na nézzük, mi van amúgy nálunk. Réz. Most tudom, honnan van már réz. Ah! Ez kellett még nekem. Hostile ships. Van nálam valami érdekes egyébként? Hát igazából nincs. Ellenséges hajók érkeznek már nem sokáig. Bombáz meg! Na, itt van előttem a cuccuk, azt felveszem akkor. Repetárt kérek. Arany volt benne. Meg toldi. Én Petőfit akartam mondani, nem toldit amúgy. A viccesebb, hogy arany volt benne a toldival. Nem vicces? Nem. Ja, mindegy akkor. Nem érek, hogy lőttök engem, én felveszek mindent. Látok, szoktok értékes dolgok lenni erőteljesen. Nem, mint hogyha pénzre nagy szükségem lenne, de még lehet. Támadó hajók vereséget szenvedtek. Hát mi jó, hogy vereséget szenvedtek, hisz ellenem álltak ki. Ellenem kiállni az egyenértékű a vereség szenvedésével. És melyik volt az a bolygó? Ez volt az, nem?
Ez meg egy nagy kőüzének tűnik az egész. Kőtömb. Jelleg. Mi? Surumamaku inmin donku. Donku ote. Most miért nem írja, hogy mennyi idő? Még mindjárt itt vagyok, tök mindegy. Ez a sebesség is csak 2 perc, egy gondolom tudok, ja, 10 másodperc, 8-7. Oxid elemek. Ja igen, a pajzsomat vissza kéne tölteni, mi? Titán, titán. Most pont az árnyékos részbe fog beérkezni. Jó, mindig úgy megérdek, olyan troha gyorsan tud jönni. Menni. Nem a bolygó jön, hanem te mész felé, Kastia. Igen. Aha. Tudjék már. És pont éjszaka érkezek. Éjjel érkezem. Száraz kiégett benzintankkal. Itt is egy nagy izé van. Gek lakosztály. Tök cuki. Ez egy ilyen kihalt rákbolygó egyébként, most nézem. Emerileket most felszedem. Plutónium is jöhet jó sok. Meg majd ilyen izék kéninek. Vas. Illetve nem vas, hanem ércek, fémek. Mi történt? Aj, pont messze van. Tudáskő. Corvex bed. Hogy nő fű a izén? Na mindegy, ne kérdezz én dolgokat, Kastor, a játék nem ad választ úgyse. Mi ezek a furcsa környezeti elemek? Hogy golyó, bazd meg. Vesz a... Na mondjad, mit tudsz, öcsém? Te is gondolom, adsz nekem pár szót. Már inkább egyet. Meg valami gekrelikvet. Jó néz ki ez a gömb egyébként. Corvex Echoes. Ez már Corvex? Ez nem is gek, ez Corvex. My knowledge increased. Azon szarok, hogy ez a egymástán pont két olyan bolygót fogtam ki. Ami szé... Hoppá, csuklás. Ami teljes mértékben majd, hogy nem növényzetmentesnek is nevezhető. Azért egy ritkábban fut... mi a rák van ott? De szép vagy te. Űrszomba. Az van valami sugárnyaláb felfelé. Ja, ez csak a trading route, jó van. Itt láttam valami csíkot az előbb. Na hát akkor itt se nyertünk, azt mondod? Aha, ott van. Azt kerestem. Akkor kezdjünk el egy kis kalandozásba. Itt legalább a fák miatt nem lesz frame drop, meg ilyenek, meg alapból is van frame drop, szóval tök mindegy. De akkor legalább nem a fák miatt van. Olin Crater. Crater. Na. Te fiú, mi ez? Corvexeknél növekedett a szeretet jelleggel. Mondjuk nem tudom, hogy tudok-e csinálni bypass chipet. Itt mint laktak volna még pár órával ezelőtt, totál olyan. Multitool tech. Nem tudom mire számítok ilyenkor, amikor rányomok már. Készülék. A mentés is kapok izét, szót, azt hiszem. Az animációt már kivetettem pedig. Szintén. Szót se kapok? Semmi? Na azért mondom. Szóval mentés is kapok mindig egy szót. Raktam olyan modot is, ami talán egy picit cheatnek is minősül. De sokkal jobban... Hogy mondjam, visz előre az, hogy hú, elmegyek arra a helyre, még mentek egyet. Ja, bypass chip, igen. Exosuit. Ja, meg először rakok... Hát... Bypass chip. 2 most nekem bőven elég igazából. A hajóra csinálok ma antianyagos dolgokat. Mert már nincs olyan sok. Bazd meg a... Ja, semmi. Jó, azt tudom, máshol raktam. Nem tudom, mi hittem azt. Suspense of Lore. Mennyit tudok még egyet? Tudok hát. Ennyi egyetszelában mindig van. Na, támjomot kéne majd felszedni, mi? Az nem nagyon vala. Tele van a dolgom. Na, mi kell? Szokásos lesz.
mostanában vadászok, ugye orba szájba, az a Colonial Outpost. Muti, mutasd! Műveleti központ, az kell nekem, úgy Operation Center. Centre. Ugye az, ami elvileg a Bypass Chip 2-es verzióját adhatja. Ezért azokra vadászom. Főleg. Meg úgy mindenre. Nem tudom, ne kérdezz. Még egy műveleti központ. A gyalog 13 perckor jóval kevesebb lesz. Még az is lehet, hogy nem kell kirepülni az atmoszférából. Sötétség. Azzal kezdem ott. Na mindjárt itt van két köpés. Még nincs shit. Még kettőt már köptem. Ott egy... Mi a fasz volt az? Ez mi? Ez mi? Ez mi a rák? Csillagkaput, mit csinálják vele? Mi a neve egyáltalán ennek a dolognak itt? Ez ilyen portál? Ezt használták a közlekedésre, lehet régebben az ősök? Hát, csinálni nem tudok vele csinálni semmit, majd rákeresek Google-ba, hogy ez mi, nem láttam még ilyet. A hajtóművemben megy ki a cucc, mert itt leszállogatok ilyen hülyeségek miatt. A plutóniumot még szedtem fel, ja, szóval az mindig lesz. Támium kell most már, baszki. Mert az űrbe lövünk. Belövöm magam mindjárt valamivel. Hol volt a hely? Oda menjünk? Nem. Másik volt az. Szédülsz, néző? Szédülsz, akkor mindjárt jobban fog szédülni, néző? Néző? Szédülj, néző? Nem, nem valami hülyeségre esünk rá. Pont ilyenkor szokott előfordulni, mikor csak lecsapom a hajót valahol. Az mi? Azok drónok! Oh, a fuck! Így kell gyorsan közlekedni, ne kapjanak el a drónok. Ez a félelmetes hangulat hirtelen, ez a bolygó, ez egy olyan, hogy ilyen semmilyen, ilyen kihalt, ilyen fos, hulladék, azt ilyen félelmetes jellegű. Mert ha mi a picsi, most mi lett nappal? Most elmúlt az egy pánik legalább mentés után, mi? Drónok. Na rezet. Huha, gyorsan kell. Ne. Faster. Ójjaj, megdöglés lesz a vége ennek az egésznek. Huááááá. De nem jöhetnek be. Meg van nekik tiltva. Itt egy gömb. Enciklopédia. Kapom itt a szavakat, mint az orba szájba. Mint az orba szájba? Uliabus Heklo. Sentinel scan data, Sentinel scan data, entity. Jól van. Új technológia felfedezés. Hoho, kell nekünk vas. Meg cink. Kell nekünk vas, meg cink. Még több, jó sok, millió. Ide szépen fel is telepítem majd azt a jó kis meghajtást. Ez jó, ilyen, ez kellett. Ez nagyon szükségszerű volt. Csak ez a bolygón cinket azt nem fog találni majd valószínűséggel soha a büdös mocskos életben. Leléptem. Nem ér el addig pont! Te elért! Mekkora repülés volt ez! Ha nem? Ez a pont telibe kicentizett távolság. Az lesz már durva, hogyha alattam mondjuk ilyen skorpiók vannak, vagy láva folyam, vagy valami szal. Akkor lett volna azért az kemény. Cink kell meg vas, ne felejtsd el, castél, hülye köcsög. Vast az bárhol összekaparom nyilván, mik ezek a lebegő tökök itt? Kis szikladarabok.
Na szóval a vasat az bárhol összekaparom nyilván. Lehet meg, ugye meg is csinálom itt valahol, amik ezen a bolygón ilyen hülye vizék vannak. Kutyák, szörnyek, lények, amiket nem akarok. Szóval akkor azt majd egy másik helyen. Akkor megint ugrok majd egy teret, ugye? Mert hülye kocsok. Itt vannak esetleg? Azt próbálom kifürkészni messze, hogy vannak itt ilyen majmok. Nem látok. Megérkezés. Drónok? Vagy nem drónok, ezek inkább ilyen robotkutyák. De lehetnek drónok, nem arról van szó. Roncs. Suspension fluid. Na, vas. Ezeket nem bányászunk ki soha büdös életbe, az a baj. Még plutóniumot szedek, mindegy csomót. Na, hogy már plutóniumot kell nélkülözni, vagy valami. Ez is ilyen zárt területnek tűnik. És természetesen ez is ilyen nehezen fel... buzulható, törhető. Gyorsan, fiatal! Kattints el, mint az őrült! Ne, majd nem nagyon ölnek. Szerencsé, hogy nem vagyok ilyen halandó. Mármint, hogy nem halok könnyen. Legalábbis... eddig. Szóval jönnek ilyen óriási drónok. Mit csinálsz itt, te szerencsétlen? Na, hátha szerencsénk lesz, néző. Hátha meg lesz minden, amit akarunk! Lifeform research, discuss data. Open comms. Túléltük. Még amúgy sincs baj, hogyha... nem sikerül ez. Atlas Pass V3! Meg tudom csinálni! Te nézel! És hol a V2 egyébként? Vagy ezt átugortuk? Várjál, hol van? Igen, nem tudok csinálni, még nincs meg az egy. Szóval, valamint, hogy... én itt lesz valahol, hülye vagyok. Akkor azt meg dismantlezom. Most dismantlezom. Hogy kezdte eldobni? El kell adnom majd. Na. Atlas Pass V3. De akkor meg tudjuk nézni, mik vannak ilyen helyeken. Ja, de hogyha megvan a V3, akkor nem is kell V2, mert megvan úgymond. Hollállá. Nem számítok semmi értelmes sem ellesleg. És mi történik? Ez mi a pasza? Innen jöttem. Életfenntartó. Itt mi van? Itt is egy bejárat van? Aha, egy ilyen storage unit. Semmit sem találtál. Cargo drop, plutónium. Cargo drop. Geknip. Arra nagy szükségem volt nekem most a geknipre. Convergence cube. Ez a hely azért jó igazából, itt a pénzeidet tudod növelni erőteljesen. Ennek segítségével úgy veszem észre. De ugye fenn is szokott lenni ilyen hely. Az állomásokon. Hú, ebből mennyi pénzt lehet farmolni, öcsém, hogyha van ilyen izéd, V3-as cuccod. Na hát akkor... jó jártunk végül is. Kifejezetten jó. Arra leszek kíváncsi, hogy fenn mi lesz majd. Valami zúg. Mekkora kristályok vannak ott? Menj már húgyozásba. Wow. Akkor vasat azt nem itt farmon, felmegyek az U-állomásra mindjárt. Ezt is kiszedem, akkor már legyen nálunk egy csomó ilyen hülyeség. Én nem menteni akartam. Na mindegy. Hát akkor mentsünk, hogyha már a játék azt kívánja. Bányászó sugár. Hol a hajóm? Szilikát ez. Ne! Nem! Rossz cica.
Az is szerencsém, hogy a jetpack-em úgy fel van fejlesztve, mint a picsa. Na, fly. Ki a zűrbe, a vérbe. Akkor végül sikerült megcsinálni, amit terveztem, nem hittem volna, hogy pont most így megtalálom a lehetséges dolgok alapján. Csuklok. Most már mostom, hogy a legfontosabb lenne számomra, úgymond, az az, hogy azt a hülyeséget meg tudjam csinálni. Hogy extrém körülmények között túlélni egy napot. Vagy mit tudom én mennyit, de egy napot legalább. Csak hát nem vagyok benne biztos, hogy működőképes az a... A csímet, vagy nem tudom. Mert voltam én már extrém körülmények közötti bolygón. Hát extrém körülményes bolygón, hogy mondjam szebben. De... Hát nem számolt bele semmit. Most egy húzamba kell végigvárni azt az egy napot. Mert a játékbeli egy napot, nem a valóságban. Vagy nem egy húzamra? Ja, még elfelejtettem megcsinálni az izét. A hajtóműfasságot. Mi kell? Vas meg cink, vas meg cink. Menj, írjél már oda még hónapba. Minek? Hát meg máshova úgyis... Úgyis megtehetem, nem? Kornyázni. M1F az mi? Várja. Class M1F. Ilyet még nem is láttam. Most ilyen naprendszerben még nem voltam. Kíváncsi leszek erre. Remélem nem ilyen izé öngyilkos merénylők lesznek ott. Arabok. Megint nekem csapódik majd egy ilyen hülye hajó, amit becsapódik oldalról, ugye? Mindig ettől félek azóta, mintha megtörtént, ugye? Megérkezés az űrállomásra, azon nyomban. Annyival jobb nekem ez az aranyszínű űrállomás színezés, mint a kék. Nem, mint a bajom lenne a kékkel, csak így űrállomás színezés szempontjából nekem jobban tetszik. ne kérdezz meg, hogy miért, indokolni nem tudom, te se fogod tudni. Hogy az mit jelent, az szintén fogalmam sincs. Nem azt, hanem arról. Na nézzük, mik vannak ilyen helyeken. Oké, itt így szoktam menni alapból ezen a helyen már. Majd a V1-es Pascal, az meg volt nekem, ugye? Gagagagagaga. Szia. Izotóp. V3. Mi ez? A létfenntartó környezet. Itt van egy állat. Minta. Az jó dolog. Meg ilyen izotópokat lehet összedni. Ez például mondjuk akkor jó, amikor totálisan ki vagy fogyva mindenből, az hirtelen kell izotóp. Ez a hely. Nekünk annyira nem hasznos. Azt kell, hogy mondjam. Dick. Exosuit upgrade, ez szokásos már. Hú, öcsém, mennyi van már? Mennyi lehet? 48-ot, mennyi lehet? 6000 slot? Nem bánnám. Igazából. Atlas Pass V3. Ez is ilyen tárol egység. Cargo drop. Semmit nem találtál. Izotópos cargo drop. Izotópos cargo drop. Izotópos cargo drop. Ez a szokásos jó kis pénzes dolog. Ez mi? Élet visszatöltő állomás. Jerison pad. Power canister. Cargo drop. Geknip. Ez a geknip szó. Na, ez is ilyen formulási hely igazából minden ebben a játékban. Még amit nagy nehezen megszerezte és kincs az is. Most akkor kérdezi a néző vajon, hogy hát ez mire volt jó neked az, hogy most ezt megszerezted? Én se tudom igazából. Csak a jobb érzés, hogy be tudok menni bárhova akarok. Szerintem itt ennyi a dolog. Szevasz, barátom! Ezt nem nyitom ki. Ezt kinyitom, akkor kikes le a játék. Van néha ilyen, ami üres. Ez szép kép megint. Közel a bolygó felszíne, haver! Közel a bolygó felszíne! Te hülyén nézel ki. A Wikin az egy agresszív nép, harcoló nép, harcos nép. Szóval, hogyha adódnak dolgok, mutassam meg az erőmet neki, azt mondja. Szóval meghajolok, ugye ez nála nem jó. Megfenyegettem őt a multitoolommal. Azt értékel, ugye az erőt, meg a... Hogy mondjam, a kiállást, a harciasságot. 19 slotos fegyvert mutogat nekem, 17 slotos fegyverem van. Hát az enyém az jobbnak tűnik, öcsi. 19 slotos lehet a maximum, mondjuk akkor egyszer be kéne vállalni már. Nem tudom hány slotos fegyver a maximum fegyver.
Mindig adjuk el az összes mindenemet. Most majdnem elhánytam magam. Amúgy nem. Szén az kő. Fascination bead. Viking Dagger. Gek amulet. Emery. Na a csuklás. 5 geknipen volt behúgyozok. Ezt nem szeretem. Viszont nem szeretem. Mi ez? Nem kaja. Crystonite. Ezeket meghagyom magamnak, mert mindig jól vannak ilyen dolgok. Corvex cucc. Grach grach. Repülőnek a... Emeril az mehet, az pénz. Królium, lemmium. Ja, meg az arany. Arany. Atlaszkő. Hát köszi. Semmi más? Mit lehet venni itt? Atlaszkőt lehet venni, itt fogadjunk. Hát milyen jó, hogy ti volna te korábban jó pár évvel, öcsém. Rohagyjál meg te szemét, lát a szar. Na, ez volt a hozzáfűzni valam. Az képest úgy, hogy tele vagyok egy csomó szarral zsebben. Crystalite-t többet nem szedek fel szerintem. Mert egy ideig úgy gondoltam. Atlasz passz nem lehet eladni? V1. V1, nem kell már csak a V3. Jól van. Na. Heridium maradhat. Kell majd a... ilyen olyan dolgokhoz. Jó, most nem rendezem át itt a dolgokat. Az egész az hújtombú is át kell rakni a hajóra. A titánt. Vasszín. Többi az marad nálam ilyen rendezetlenül. És akkor lemegyünk itt a közelgő bolygóra. Közelgő bolygó. Itt van még egy atlaszpasztos hely, tényleg. Wow. Szén. Ez a hely sincs hasznúra, csak jól néz ki. Vagy gondolom változik, és sejtem, hogy változik helyenként, hogy mi hol van, meg mi merre van, meg mi milyen egyáltalán. De a lényeg, hogy már be tudok menni mindenhova. Fejlődik a játékba tett hit. Mi? Na itt egy ilyen kéknek tűnő bolygó, de ez nem víznek tűnik szerencsére, szóval jó lesz. Már érzem, nézze, nagyon jó lesz. Így nekem, néző, ez kurva jó lesz. Ilyen zöldfüves, de jó lenne. Legyél zöldfüves, please. Nagy zöldfüves szar, legyél már. Olyan rég vagyok olyan zöldfüvesre, mert volt. Mi a geci? Mi a büdös fist? Ó, de sűrű vagy. Ebből baj lesz. Hát nem tudom, hol menjek majd. Nem látok. Az igen, bazd meg. Le kell szkennelnem a környezetet, hát ha látok valamit, mert nem tudom, nem látok semmit. Cink kell amúgy meg. Tényleg a legnagyobb probléma most az, hogy nem látom, hogy hol van hely, de ott látom egy kérdőjelet. Mekkora gombák ezek? Óriási gombák az égig érnek, keserű magában. Ezek között fogunk sétálgatni, jó? Most le kell tennem magam valahol ide. Ez nem is hely. Mármint nem egy olyan hely, ahol lehet menteni. És mi van? Ó, te fiú. Gombák közé nem kéne bemenni. Jó, hát ez így nem jó. Magasabbra fel. Magasabbra, jóval magasabbra. De mi nem látszanak a gombák, ugye, mert látótávolság vagy fasz. Valahol itt legyen már. Lehet, hogy egyszerűen csak másik bolygóra kéne menni, Castiel, tudod? Hát én ezt választottam most. Le akarok szállni. Csak lesz itt egy kérdőjel valahol. Be a sűrűbe. Rahagyjál meg. Jó, akkor azért csak átmegyek egy másikra. Csak nem lesz ennyi sűrű mindenhol. Ha igen, akkor... Ja nem, nem mehetek át. Nem mehetek át. Ezen a galaxison csak két bolygó van. És valami olyan anyagot mutatott nekünk itt, hogy amiből sok van. Valami más, mint szokott. Szóval nem szokványos, úgymond. Mondhatjuk így is. Ott lesz valami. Átfélek itt, átfélek mi? Átfélek. Átfértem, jól van. Ó, te fiú! Bent a bozótba, lehetetlen körülmények között. Éldegélt a kis Ferike. És mi van ott? Semmi? Szilikát. De itt legalább van üres hely, érted?
Atya úristen. Őserdő. Ez sima fákkal megnézik egy ilyen bolygót. Azt pont egy ilyen helyre jöttem, ezt nem hiszem el, na mindegy. Euclides galaxis. Nem is kell ilyen... Na! Beteg bolygó, mármint hogy toxikus, mérgező bolygó. Ezt nem akartam felvenni igazából. Ezt tudom minek nézem, most úgy plutónium van velük általában. Így mekkora méretekkel rendelkeznek itt a dolgok. Na, cinket esetleg. Nem, nincs cink. Valószínűleg az egész bolygón nincs cink. Mert az ott, vagy az cink mondjuk pont. Ja. Na mennyi kell cinkből, nem tudom. Hol egy vasat adó dolog? Hú, mekkora méretek ezek, atyag úristen. Nem tudom, mi akarok elmenni az a kérdőjelhez, el akarok menni az a kérdőjelhez. Ott vannak a cinkek, megvan, megvan. És valamerre arra felé. Ha még valamivel viccesebb így játszani, mint mondjuk mikor nincsenek nagy gombák az ember közelébe. Nagy gombák nélkül az élet sér semmi. Ó, te fiú. Ezek az izék benne vannak a nagy gombákba? Ezen át tudok menni, mert bugos lesz így a játék, mivel nincs csináltam azzal, ami úgymond. Így legalább meg lesz a cinkem, mi? Hát meg is van, vas kell most már csak mindjárt. Csak hát nem látok itt vasat. Amint vas az mindenhol van. Platina, azt is rég láttam már. Na, agyam, mutass már egy sziklát. Sok vas. Talán elég is lesz így minden, és akkor ide installálom. Nem azt. Még kell vas rendesen. Hé! Botfejű. Az arcodat akarom lőni. Köszi. Mi van nálad? Roncs. Neutrino modul. Az múltkor kellett valami az, nem? Van már elég vasam, pici? Ma csak elég. Az atmoszférába. Phoenix Core. A másik az mennyi dolog kell? Hajtómű. Pulse Jet Sigma. Pulse Jet Sigma. Vas kell ez is igazából csak nekem most, jelenleg. Hoppá. Itt vannak nagy vasak. Ez szén volt. Miért fölött belérve? Mit értem el? Haj meg egy bolygón, vagy mi? Elpusztult a 70 őrszemet. Hát ez nagyon jó, én értem. Hogy ez egy jó dolog. Hú, mennyi vasam lesz. Tessék. Kurva anyádat kész ide. Nem vagy békés ember. Én támadok, mert ők is támadnak. Na, mit szólsz ez? Neutrino modult kérek. Az amihez kellett. Korábban, csak nem tudom mi ez. Oxid. Mit szólsz, hogyha én itt szétpusztítok mindent? Ahol pont el kellett fogyni ennek a reteknek, mi? Jó kis plazma vetőmnek. Mindent szétlövök a büdös vérbe, olyan háborút indítok itt el. Ja, már minden szétlőttem, nem? Mit jössz ide nézelődni? Atlas Pass V1? Akkor mégiscsak vissza kell csinálni, mi? Na véget, hogy be tudok menni azon a szaron keresztül. A V3-ason keresztül, az mi van akkor? Na mindegy, Atlas Pass V1 akkor.
Mit szedtem fel? Antianyag! Alakítsuk is át a ficsába, energiacellával. Majd diszkárdoltam, hülye. Technológia. Na mi van? Tudom lelakni azt a szart. Kíváncsi leszek itt az eredményre. Végülis megint elértem valamit. Pontosan elérek dolgokat ebben a játékban, úgy látszik. Cink! Az képest, hogy 1 millió dologom van, meg 1 millió helyem van, az képest nincs olyan sok helyem most. Mert minden szem a szét van valószínűleg azért. Na mindegy akkor. Mi ez? Tehén. Ez a harcias fajta. Mert nem tudom, hogy... Ugye itt van, már mutattam meg, mondtam párszor. Most mindent feltöltünk a picsába, nem nagyon szoktam nevezgetni mostanában. Valamiért. Itt van ez ugye. Ez. Hopeful. Extreme túlélő. Túléltél 1.0 soul sot. Ami ugye napot jelent valszeg. Az adott azért soul, és nem napnak van minősítve, hanem soul. Na mindegy, ezt most nem magyarázom, a lényeg az, hogy az adott helyen, bolygón egy napot. A bolygó alapján egy napot. Éjek túl. De extrém körülmények között, hol van extrém körülményű bolygó? Mert olyat én még nem nagyon láttam, hogy beismerjem az őszintét. Hát akarodjunk innen. Oké, akartam ezen a bolygón szétnézni jobban, meg mit tudom én. De... picit veszélyesnek ítélem. És akkor keresek egy olyan helyet most mégis. Nem fogjuk megtudni, mi az az M1F. Ahol... Galaxy Roots. Agyfasz. 4 bolygó. 4 bolygó, 2 hold. 2 bolygó, 1 hold. 5 bolygó, 1 hold. 2 bolygó, 1 hold, ezt nem szeretem. Szeretem azt, ha van 4 bolygó legalább, meg valami szarság még mellettük. Ez utolsó? Akkor ide jövök. Az én bolygómon nagyon sok a fekete nő. Oh yeah! Oh, oh, oh yeah! Az én bolygómon nagyon sok a fekete cső. Oh yeah! Oh, oh, oh yeah! Az én bolygómon nincs célpont, mert a célpontok mind eltűntek. Oh yeah! Oh, oh yeah. Több bolygót kell meglátogatni, úgy érzem. Hú, de megint itt pat... Bazzik, majd megint elütött! Hoppá! Ez ugye nézének még ilyen vidáma bolygónak, mint az elmúlt pár bolygó, vagy nagyon sötét, depressziós hangulatok uralkodnak ezeken a helyeken, ahaha! Sugar Factory. Factory. N faktoriális törve, K faktoriális... Aj. Nem látok a közelbe izét. Ez a Mars mentő akció. Vát, megint egy gomba buzulás. És komolyan? Más gombák, igen, ezek inkább spóráknak nevezik. Ez rossz, Tehát, hogy királta idegettől a bolygót, hogy ne elhúzzuk a picsával. Normális fás bolygót már. Mert még fa van, nem kell normális fáknak lenni, csak fák legyenek, érted? N-faktoriális törve kell, hagyja. Egy évre van az a bolygó innen. Úgy vettem észre. Na, az a bolygó nincs olyan messze, oda elcsöppenek. Mint elmegyek oda. Hát végül is a kettő majdnem, hogy az elcsöppenek, elmegyek. Attól függ, hogy milyen konstruktúrba veszük a dolgot. Technology recharged. 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 Nekem ez az alkoholmentes sör. Nem is azt iszok egyébként, nehogy azt hívd. Ha már sört iszok, mi a franc innék alkoholmenteset? Széttöröm magam innen. Ez nincs olyan közel, ez csak a másik. Milyen messze lett van a 2 perc? Mi lesz? Megint? Aj! Nem akarok küzdeni veletek. Legyetek már jók!
De furcsa az a bolygó, mert szerint a lángoló légió bolygó lenne. Nézzétek, milyen zöld csíkozás van benne, meg mit tudom én. Bum 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 bum, egy darab. De volt rajta nagy izé. Féreg fark. Na mit volt? Ferikém, mit volt? Na, mutasd már. Oké, gekeknél nőtt a izé szerelem. Emeril volt benne, 53 darab. Az még okés. Ó, de jó lenne nagyon bolygó, ami nekem tetszik most hirtelen. Akkor ott paradék örökre, szekret. Hűha. Félek jelenleg. Mi lesz itt? Milyen óriás dolgok lesznek itt? Wow. Óriási... nem tudom mik. De elég szarul töltődik be a textúrájuk. Textúrájuk, érted? Nem vicces. Lehet kiveszem azért ezt a magas növényzetet amúgy. Mert ez akkor lenne jó, hogyha nem mindig magas növényzet lenne, hanem tudom, hogy néha. Mert nem látok semmit egyszerűen a bolygó felszínén. Próbálok keresni egy kurva, mit tudom, egy leszálló helyet, valami helyet, akármit, és akkor itt így balfaszkodnom kell. Mert 800 méteres fák vannak minden pályán. Vagy épp ha nincsen 800 méteres fa, vagy akármi az, akkor egy se. Egyik se jó. Akkor inkább ne legyen, mert akkor legalább látok. Meg ez elég ronda most, amit látunk. Meg legalább vannak erdők, de meg az is baj, hogy ne lenne mindig mindenhol. Végtelen mennyiségben. Na még utolsót ugrok. Szerintem akkor átugrok egy következő helyre. Nem az én, mert izé. Itt nem jó. Bár eddig nem volt jó kettőből kettő. Csak hogy haladjunk is közben. Szóval szeretek így néha ugrok hármat, négyet egymást, szinte szét sem nézek. Mert minek állják meg mindenhol, érted? Az olyan, hogy bazen mész a autópályán, megállsz minden benzinkútnál, felesleges. A végül is ez egy nagyon hasonlat egyébként erre a játékra. Az a játék olyan, mint egy autóút. Mit tudom én, Los Angelesből New Yorkba. Kurva hosszú, kurva sokáig tart, kurva unalmas. De attól függetlenül nem kell megállni minden benzinkútnál. Remélem ez egy jó példa, vagy értettétek a példát, mert egy hülye, aki nem érti, már bocs. Csak hogy ez egy nekem tetsző dolog volt most hirtelen. Akkor a fényévet utaztam, hogy azt hittem, megújasztam. Valami bogarat a lábam, ne? Ó, de messze vagyok még a galaxis lábán. Ez egy nagyon jó volt. Kettőt fog ugrani szerintem. És egyet úgy, hogy én csak úgy választok egy helyet. Most átugrok ide, aztán innen én elindulok random. Megnézem, hogy mennyire tudok távol menni. Mert gyakorlatilag kimentem az általam követett útnak a távolsági mértékéből azzal, hogy olyan... Ez mi? Hát ez jó. Tetszik ennek a helynek a színe? Hú, WC-znem is kell megint. No, mert közben mindig rám én a kakkanat. Már elnézést, hogy ilyeneket mondom. Na hát szabad felfedezési mód, arra a galaxis közepe. Tudok ekkorát ugrani? És igen! És még ennyit? Ez már túl messze van. A híd túl messze van. És eddig el tudok jönni? Eddig még igen, Dick, azért az, mennyi, azért az távolság, már nem azért. Nem oda akartam menni. Akkor tudjátok, mit csinálunk egy ilyet is? Fekete lyuk. Fekete nő! Fekete lyuk! Ó, a fikám! Csak már így volt fekete lyukozás. Mert hogy... ez félreérthető lehetett esetleg, hogy fekete lyukozás. Minden videóban kell fekete lyukat mutogatnom. Ugye sehogy nem jön ki jól ebből a szövegből?
megint elém csapódtak be azok a majmok. Na, itt vagyok most. 16.9678... Mondjuk, hogy 17.000-nél kerekítve vagyok jelenleg. Egy fekete lyuknál a Sasayusuki rendszerben. Most nézzük meg, hogy fekete lyukon keresztül mekkorát fogok. Várjál! Azt a miárt itt már valaki, azt hittem. És amúgy, mint tudjátok, az első vagy a második videómban, aztán a másodikban benne volt az, hogy találtam egy olyan helyet, ahol járt már valaki előttem. És mondtam, hogy hú, hát az egy beszarás, hogy valaki felfedezte előttem ezt a galaxist, nem galaxist, hanem naprendszert, meg bolygókat, csak az, hogy túlugrottam rajta, nem figyeltem meg, csak videóba vettem észre visszafelé menőleg, hogy volt egy ilyen hely. Azóta se találkoztam semmi arra utaló nyommal, hogy ember járt volna bárhol, ahol én már jártam. Szóval ennyire nagy véletlen volt az, hogy én láttam valakit, hogy azóta se sikerült ilyet tennem. De mindig az arcomba kell csapódniuk. Csak így a fekete lyuk órába belementek? Hülyék vagytok ti? Fekete lyuk discovered. Az magyar fordítás. Jaj. Itt komolyan így... Így fekete lyuk mellé ideugrott 2 méterre a hajó. Várja. Itt vannak bolygók, nem? Elvileg. Az nem is kicsi. Úgy érzem, hogy az a bolygót valami. Mármint... Én nagyon azt érzem, hogy azon a bolygón ott engem valami vár. Valami hívogat. Meg kell néznem, néző. Ne odaugorj már, seggarcú. Meg kell néznem ezt a bolygót, mert valami azt csúgja, hogy életem hatalmas momentumát fecsérelném el, hogyha nem. A fekete lyukas galaxisokban mindig vannak ércek a levegőben, de erőteljesen. Most pont nem látok egyet, és az előbb volt egy csomó. Csomó az túlzás. Itt azt mondtam, hogy támjomat is farmolok, nem? Réz. Gábor Áron réz ágyúja. Támjom. Ott van egy. Az mi lehet? Támjom az is? Annak tűnik így kinézett, hogy plutónium? Vagy nikkel mondjuk. Nem bolha. Vagy nigger. Nem tudom, sok támjumot szedtem volna össze, pedig akartam, mondjuk ez elég most 300 egy pár napig. Amint pár percig. Én mondtam, ez a bolygó jó lesz, már látom, néző, én érzem, ez nagyon jó lesz. Nem hiszed el, akkor járj utána, mondjuk. Fél mindjárt felcsapodik, hogy óriási gomba megint, bazd meg. És tényleg. Nem gomba. De nem olyan kurva sűrű, ez oké. Ez a fajta gombászás még oké. Ez nem az a halálosan pokolian sűrű. Úgy van, ahol igen. Na jó, hát nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A földről játszik a fekete lyuk. Nem játszik, látszik, de olyan messzinek tűnik. Nem Lionelnek. Mindent kiforgatsz, néző, hát nem hiszem el. És tényleg ilyen messzire van? Vagy nem is a fekete lyuk volt? Dehogy nem. Jön, hogy megkerülöm a fekete lyukat és fordítva mennék bele. Innen látszik a galaxis közepe egyébként? Vagy nem? Az a nap. Gábor Áron. Csak eltalálom. Jó messze van, meg jó kicsi amúgy ahhoz képest. Mihez képest? Ha nem tudom. Ennyit jöttem az előbb a fekete lyuktól? Ja nem, az nem azt mutatja most. Nem is nézek oda, amikor beleszállok egyébként. Akármennyire hülyének néztek, tényleg. Annyira... belegondolok és annyira agyfasz kapok. Atya úristen. Na mindegy, mindjárt véget vetek a videónak, mert... És jelenleg nem tudom, mi a célom, azon kívül, hogy megyek előre, meg valamit mondtam, nem? Hogy mit akarok csinálni? Jó, ja, az extrém cuccod, az kell egy extrém bolygót találni, de most videóba keresgélni, az eltarthat az meg 30 óráig is. Arra a bolygóra még lenézek. Kiszállok a gépezetből. Bármilyen lesz a bolygó, tök mindegy, leszállok rajta. Hogy mentsen, ugye?
Ja, meg akartam nézni, hogy mennyit utaztam. Nem tudom megnézni itt. Most az, hogy mennyit, hanem hogy hova. Milyen távolságban az előzőtől. És mennyire vagyok közel a galaxis középpontjához. Na mi lesz itt? Mekkora méretű dolgok? Félek, bazd meg! Mi a fasz? Ez egy domboldal? És nem szállok itt le. Itt nincs növényzet. Mik ezek a nagy óriási krokettek? Látok repülni közöttük? Óriási krokettek! Na jól, a szállokban ez egy nagy hulladék szintén. Csak azért, hogy mentsen. Oké, le van mentve. High Security bolygó. Időírás az mellow. Hát ez nem nekünk kell. Viszont Security is, mint a szar. Basszálj meg! Oké, akkor viszont látásra innen. Akkor át kell mennem egy másik, nem akarom itt kezdődjön a következő játszásom. Akkor átrepülök oda. Mindenképpen bolygónak van abba adni. Mindig az basz fel, hogy ezért űrállomáson hagyom abba a videót. Na basz, meg itt is folytatják az üldözésem. Ó, te fiú. Jó, mindegy, leszarjuk. Meg nem is jönnek mégse. 42 másperc alatt érjük el azt a helyet, amit el kell érni. Támium. Tudok csinálni még dolgokat? Jó, hogy tudok. Rég volt az, hogy amikor akartam, akkor nem tudtam csinálni. Egyébként hiperhajtómű anyagot, még most pont nem tudok, mert heridiumom az nincs elég. Nem az eléget, hanem nincs elegendő mennyiségű. Ez össze-vissza csomó cucc nálam. Bolygón kéne kalandozni egy hatalmasat már lassan. Igen, azt akarom, csak ki kell vennem ezt az óriási növényzetet, mert nem látok semmit. Hé, ez itt meg van sérülve. Alumínium kell hozzá. Rohadt életbe. Ez is egy vízes bolygó lesz, vagy nem tudom, de annak tűnik messziről nézve. De remélem, ez a videó nem arról szólt, hogy belefújdogáltam fontosan a izébe, mert oké, hogy itt van a mikrofon szűrő. Popfilter. Milyen mikrofon szűrő? Oké, itt van popfilter, de nagyon közelről pofázok jelenleg. Pont azért, hogy a játék is haladszódjon jól, azért meg én is. Bár lehet, hogy ezt elméleteztem, nem tudom mi. Ez is vízes bolygó tényleg amúgy. Itt vannak izék. Ez jó bolygónak tűnik. Attól függetlenül, hogy vizes. De ezek is gombák. Mi a faszom van a gombákkal? Mi a francért gombák mindenhol? Miért nem fák? Mi van itt? Mekkora ez a hülye gombavilág? Kibaszott gombavilág. Toxic dust, várjál? Múj már, tűnj már innen. Az milyen gomba? Mi ez a... csomóféle gomba van, de nagyok. Ja, toxikus bolygó, de nem extrém toxikus, az a baj. Na akkor, hogyha kiveszem a toxikus védelmemet, várjál csak. Nincs toxikus védelem, hülye. Szevasz, Ferikém. Beszélgessünk egy kicsit. Mit gondolsz a izéről? Nemzetközi zsidógyűlésről. Rujat. Despair. Friend. Blueprint corrupt. Most mi van? Tehát én semmi igazából. Itt a gombavilág van, ki sem merek menni. Multitool tech elemzés, ez nem lepőtem meg, hogy semmi. Azt mondtam, hogy Atlas Pass V2, akkor miért nem kell, hogyha V1 az kell. Itt is lehet upgrade-elni a... Na. Mi a picsa füst? Lehet, nem tudok többet upgrade-elni rajta? Az meg nem lenne meglepő. Atya úristen. Tudom, hogy gyorsan játszok sokszor. Hát, hogy úgy, hogy pörgök, mint a fütyi. Eladok mindent, a faszba már. Ez a neutroni modul kellett valami, úgy emlékszem, nem merem eladni. Nem merem eladni, ha.
Nem merem eladni, nem merem, 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 nem merem. Cink szép, minden kell, az a baj, rohagy meg. Starship Troopers. Nickel az nekem nem. Mondjuk. Nem sok olyan dolga, ami nem kell, az a probléma. Emeril mondjuk még mindig nem. Magmox, ez mi, ez hol lehet találni, ez a magma világban? De nem is láttam ilyen magma világos bolygót, van olyan egyáltalán? Ez csak ilyen hint. Rising Report, ez egy vízipisztoly, köcsög. Na mindegy. Szevasz, mi van? Akkor most egy dolgot kell megtennem még. Itt le van mentve a játék valahol. Én még az a baj, hogy felszálltam. Az atya, úristen. Fotonágyú, szeretlek én tégedet. Fotonágyú. Az egész izét újra fogom pakolni a játékba. Mármint nem a... Most de, jól mondtam. Az egész... Ja, közelebb vagyok. Majd 2000... Mi a rák ez? Fényévvel közelebb vagyok a galaxis közepéhez. Ami még mindig kurva messze van nyilvánvalóan, mert elszalaszthatom a hülye kis lehetőségemet, a hülye Máté. Na, egy utolsó ugrás, ott leszállok a űrhajómra. De hogy űrhajómra, hülye? Minek hívják azt? Cementes kosár. Jó lesz ez a hely. Úgy érzem, mindig arra megyek rá, hogy hú, 6 bolygó legyen, meg 2 hold legalább, meg ilyenek. Azt lehet, hogy pont, hogy olyanokra kell menni, hogy 4 bolygó van, vagy 3. Szóval tök jó dolgokat találni. Hiányolom azt, amit a játék legelején volt. Vagy lehet az azért van, mert a játék legelején nagyon leszálltam mindenhol azért. Szóval nagyon leszálltam mindenhol, telibe le nagyon. Gyakorlatilag minden bolygón leszálltam ott az első 5-6 naprendszerembe. Lehet pont azért találtam olyan dolgokat, amiket mostanában hogy nem találok, mert random kiválasztok egy helyet. Elpöffennek oda. Aztán... Ja, azon a bolygón pont nincsen semmi. Aztán átmegyek, azt a másik helyre pöffennek, ott is izé. Ott nem találok soha semmit, mert... És nem az, hogy semmit, ez túlzás, mert találok egy csomó minden. Csak azt, amit akarok. Azt nem. Hogy mit akarok nézni, ezt kérdezett tőlem, de Vortex Cube-okat mondjuk. Meg ilyeneket. Most megnézem itt akkor, hogy működik-e egyáltalán a... És hogy azért nem tudtam fejleszteni, mert tele vagyok, vagy az egy bugos szarhely volt. Ja, nem tudom tovább fejleszteni a exoszuitomat, ez a maximum úgy látszik. Szar. Röppenj magasra. Minél magasabbra. Szép kis fiam vagy. Mi van itt? Semmi újdonság. Olala. Most mi van? Hello, Feri! Mi van? Scott. Scott. Ez is viking, ez is agresszívan kell bánni. Ox, bidabakababa, death. Rare izotóp. Kell neked rare izotóp? Inform... Aha. Informálom őt ilyen izé űrbeli agyfaszokról. Az rögtön kedves lesz itt, fiú. Ez a hely, ez nem értem mi. Ez ilyen gépterem. A vikineknél nincsen tök. Egy tök, két tök, ön tök? Nem. De maga igen. Ez fárasztó volt. Így van, kastélyt fárasztó van. Megnézem már. Ez a hajó nagynak tűnik nagyon. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg az-e. Mármint, hogy tényleg az-e. 32 slot, ez neked nagynak minősöd. Kukacomba több férne. Na most kiszállok, és akkor még egy mentés előfordulhat így. Azt köszi szépen a nézést, néző. Szerbuszkám. Lesz még majd, csak újra rakok mindent, így a modolás tekintetében, mert nem... Csomó minden nincs, amit akartam. Csomó olyan valami nem úgy működik, ahogy kéne. Szia!